Szia, Bandi! Hát annyira örülök, hogy most már az otthonomba is itt vagy, tényleg nem is kell lennél több önkéntes karantén idején. Drága Andreám, boldog vagyok, hogy ezt hogy meghívtál, tényleg, de te is itt vagy nálam, tehát tulajdonképpen most egy kölcsönös látogatásban vagyunk egymásnál, és ez csodálatos. Igen, de képzeld el, hogy pont azon gondolkoztam, hogy nekem tulajdonképpen a te önkéntes karanténod baromi jó. Tehát én szeretem, hogy te önkéntes karanténban vagy, mert hogy annyira imádom a közösségi oldalakra feltett videóidat, amiket most csinálsz, kicsit többet vagy gyakrabban tám, mint korábban, hogy én mindenképp profitálok bele, tehát engem nem zavar, hogy te be vagy otthon zárva. Hát egyébként jó, hogy ezt mondod, mert ugye én is elcsodálkoztam ezen az egészen, hogy először, amikor az egész elkezdődött, konkrétan tudjuk mindannyian, sose felejtem el, hogy március 14-én még játszottam este, és akkor ugye utána kezdődött a karantén lényegében. Azért az első az mindig a sok hatás, a rémület, hogy úristen, most akkor ez micsoda, most ez meddig fog tartani, mi lesz utána velünk, persze ezek a kérdőjelek, ezek megmaradnak most is, de ugye itthon voltam, és hát tulajdonképpen az energiáim azért, a színész energiáim, meg valamennyire a kreatív energiáim azért működtek, meg ezeket a videókat részben én azért csináltam előbb is már, főleg ezeket a TikTok videókat, amik különböző érdekes, extrém figuráknak a hangját teszi kölcsön, és rátátoktam. És akkor ezt felpörgettem egy kicsit, és amit mondasz talán, ami ehhez most hozzájött még, így a karanténban, ez egy másfajta sorozat, amikor azt találtam ki, hogy ismert dalszövegeket dramatizálok. Tehát a dalszöveg elhangzik, csak felosztom különböző karakterek között, és egy színdarabként történik minden, ami a dalszövegben egyébként hallható, és különböző karakterek a Csonka család figurái, beszélgetnek egymással, és ezt neked játszom a dalt címen fut. Egyébként Kis Ádám találta ki a címet, mert ő mindig segít nekem címet találni, mert neki nagyon jól vág az agya, és akkor avagy egy Csonka család csodái, úgyhogy most ez a másik ilyen őrület, ilyen idióta videó sorozat, amit csinálok. Most így figyelem az arcodat, és bár a webkamera senkinek sem a legelőnyösebb képét hozza ki, de kifejezetten úgy tűnsz, mintha kisimultabb lenne. Ez lehetséges? Hát tulajdonképpen szerencsésen ülök, Andikám, mert most tulajdonképpen az ablakból beáramló napfény vagy természetes fény világítja meg az arcomat, az mindig jobb, mint hogyha otthon a lámpákat keresném. Tehát igazából most szerintem azért ez erről van szó, de jó, nem mondhatom, hogy fáradt vagyok, mert ez egy hülyeség lenne, mitől lennék fáradt. Tehát nyilván kipihent vagyok, de nekem ennyi pihenés most már elég. Tehát ez a bő másfél hónap, ami eltelt, Azért ez bőven elég lenne, gondolom minden kollégám nevében mondhatom. Ugyanakkor pedig hát sajnos ugye reménykedtünk, hogy talán a nyár hoz egy kis megoldást, de úgy tűnik, hogy mégsem hoz megoldást. Ugye nekem a szegedi szabadtéri játékok lett volna a fontosabb feladatom nyáron, a szabadtéri előadások mellett az apacasót csináltuk volna újra a két év után, és hát ugye az egész szegedi szabadtéri játékok elmarad, aztán ugye megtudtuk, hogy 500 főnél se nagyobb, se kisebb befogadó képességű rendezvényeket nem lehet tartani, tehát valószínűleg össze fogunk elindulni, és beláthatatlan hosszúnak tűnik az idő, tehát azért addig nem is tudom, tehát nem merek belegondolni előre, inkább csak a mai napnak próbálok élni, meg ugye esetleg egy hétre előre gondolkodni, hogy mi lesz, mert akkor még ráadásul nem beszéltünk azokról a problémákról, amiket ez az egész dolog, ez az egész leállás maga után von majd. Igen, pont azt akartam mondani, hogy több kollégáddal is beszélgetek, tehát több művésszel beszélgettem az elmúlt hetekben, és mindenkinek más nehézsége van a fókusz. Mert ez nagyon sok mindent magával hoz. Hozhatja a kollégák hiányát, színészeknél nálatok azért nagyon-nagyon fontos a külső megerősítés, amit a nézőktől kaptok, van akinek az nagyon markánsan hiányzik. Hozhatja az egzisztenciális problémákat, hozhatja azt, hogy eleve a karrierje milyen ívben megy tovább. Tehát, hogy ez mind-mind benne van. Téged melyik foglalkoztat a legjobban ezek közül? Hát szerintem belecsíptél mindenbe egy kicsit, és azért minden eszembe jut. Hát először is, amikor azt mondtam neked, hogy kérdőjelek, akkor ezek mind hemzsegnek bennem, mert ugye egyrészt nem tudhatjuk, hogy ez a dolog meddig tart. Példátlan, soha nem fordult még elő egyébként az egész világ életében, de a mi szakmánk életében aztán meg pláne soha sem, semmikor sem, hogy ilyen sokáig térdre kényszerüljön a világ, és ezzel most persze a mi szakmánk is. Mert ugye amikor háborúk voltak, ez borzalmas, ugye nyilván szerencsére nem emlékszem rá, csak ugye történelemkönyvekből, na de azt tudom, hogy akkor is, amikor háborúk voltak, minden lehetséges pillanatban azért működtek például a színházak.
Tehát ugye, amikor lehetett, amikor volt egy pár békés momentum és időszak, akkor működtek, azonnal elkezdtek dolgozni. Most ezt nem tehetjük meg a láthatatlan ellenséggel szemben. És hát a nagy kérdés az az, hogy mikor indulunk, úgy indulunk-e újra, ahogy ezt abba hagytuk, annyian folytatjuk-e, ahányan ezt abba hagytuk, miben fog megváltozni a mi életünk, miben változik meg a szakmánk helyzete, miben változik meg az, hogy mondjuk az embereknek lesz-e pénze és bátorsága beülni. Tehát azért mondjuk ez a több hónapnyi, ugye állandóan hallott, hogy másfél méter távolság, maszk, stb. Beültet egyfajta félelemfaktort az emberekbe, azt hiszem, nyilván. És akkor majd mi lesz, amikor majd esetleg arra gondolnak, hogy beülnek egy nézőtérre, ahol 400-at magukkal ülnek egymás mellett. Tehát, hogy ez megteszik-e? Bátrak lesznek-e? Vagy pedig megtanuljuk azt, hogy ezzel a dologgal nekünk együtt kell élni, és ez most nem csak a mi szakmánkra vonatkozik ez a fajta testközelség, hanem nagyon sok helyzetben az életben adódhat ez. Úgyhogy ezektől egy kicsit félek, mert meg az, hogy lesz-e pénzük. Hát, hogy mondtad, rengetegen elvesztették a munkájukat. Tehát, hogy ez a dolog mennyire lesz fontos a kultúra. Én tudom, hogy rengeteg néző van, ezt hallom és tudom, tapasztalom, akik mondják, hogy már nagyon várják, és nagyon szeretnének már jönni. Biztos vagy benne, de hogy elegendő lesz az. És ráadásul ugye itt a színházak különböző helyzetben vannak, hát ugye én is ahol dolgozom a játékszín, főleg például is magánszínház, tehát ahol ugye másfajta támogatási rendszerek működnek, úgyhogy igazából nem tudom, félek egy picit, de amit mondtál, meg hát persze a kollégáim, igen, amit mondtál, a kollégáim egy jó részének nincs tartalék képzése. Tehát, vagy annyi legalábbis nincs, ami most előreláthatóan szükséges, majdnem fél év. Hát azért az rettentő, és pláne amikor valakinek családja van, amikor mondjuk albérletet kell fizetnie, vagy rezsit kell fizetnie, vagy nem tudom milyen költségei vannak, mert én azért mondjuk egyedül vagyok, és azért én az egész életemben úgy, anyám még úgy neveltek, hogy azért mindig legyen valami tartalék, mert bármi történhet. És akkor én ennek jegyében éltem mindig, ha volt egy kis megtakarított pénzem, akkor ezt félretettem, mintha nem is lenne. De hát tudom, hogy sokan nem így vannak, és már működnek a segélyalapok. Olyat is láttam már kollégától, hogy kiírta a bankszámlaszámát a Facebookra. Tehát ez egy nagyon kemény dolog, és persze most nem akarom a mi szakmánkra kivetíteni, mert mindenkit érint az emberek közül, sőt, rengetegen elvesztették a munkájukat, tudom. Úgyhogy féltem a világunkat, meg a jövőbeli életünket. Amit mondtam még, hogy mert te egy ilyen nagyon nyitott ember vagy, és szerintem neked ilyen extra fontos a közönség jelenléte is, és a közönség visszajelzése. Ennek a hiányát te megérzed, vagy mondjuk ezek a közösségi oldalas megjelenésed ezt is hivatottak kicsit pótolni? Hát jó, hogy mondod, nagyon fontos a közönség, és azt gondolom, hogy egy ilyen soha nem volt helyzetben a közönség, és egy picit kapaszkodik belénk, ahol tud, mert hála Istennek egyre több kollégám, akinek eszi ágában nem volt, megjelenik az interneten vagy a közösségi médiában. De hát mi is tudunk kapaszkodni a közönségbe, és én ezt meg is teszem. Konkrétan úgy, hogy mindig szoktam mondani, hogy ugye a belső órám az másképp működik nyilván, mint az átlag emberi, mert nem az történik, hogy hazajövök munka után, délután, egy könnyű kis vacsora, vagy nehéz vacsora, a sörrel a kezemben nézek egy jó filmet, aztán lefekszem aludni, hanem pont úgy, hogy este kell magamat annyira felpaprikáznom, hogy elkezdjek élni és dolgozni, és színpadra lépjek. Ugye ez szokott lenni békeidőben, úgynevezett békeidőben. Tehát éppen ezért kitaláltam azt, hogy a hivatalos Facebook oldalamon én akkor, amikor felgördülne a függöny este 7 órakor, akkor én bejelentkezem. Csinálok egy live adást, egy élő adást, Csonkarantén, ugye hát ez a címem, mert én a Csonkaranténban élek, és akkor mindig történik valami, vagy énekelek, vagy éppen verset, vagy prózát olvasok, vagy múltkor nézegettünk együtt ilyen bakerit lemezeket, elmondtam hozzá kapcsolódó sztorikat, vagy például vendéget hívok, ami azt jelenti, hogy nem ilyen profi, mint ahogy te osztott képernyővel, mert ezt nem tudom szerintem így megoldani, hanem az iPad-emen fölhívom a vendégemet, és akkor tartom a kezemben az iPad-et, látszik a vendégem arca, én mögötte vagyok, és akkor lehet őt kérdezni, tehát élőben lehet csetelni vele és tőle is kérdezni. Szóval azért 45 perc, egy tanórányi időt szánok erre minden nap, és tulajdonképpen fantasztikus az, hogy ahogy írják nekem meg, hogy tényleg minden nap beírják egy csomóan, hogy ez milyen jó, hogy erre készülnek, hogy ez nekik egy programpont, hogy tök jó, egyébként a videókhoz is ezt írják egy csomószor, hogy feldobom a napjukat, tehát hogy igazából, és nekem is jó, mert leveszem a joggingot, ami egész nap rajtam van esetleg, és felveszek egy inget, felöltözöm rendesebben, és akkor én is egy picit talán
picit szerepelek, vagy picit együtt vagyok a közönségemmel, akinek boldog vagyok, hogyha hiányzom, vagy esetleg valamilyen módon tudok ebben a dologban egy kapaszkodót nyújtani. Úgyhogy igen, ez nekem nagyon fontos, és azt is tudom, hogy amikor ez a dolog majd, ez a karantén, hála Istennek véget ér, akkor sem szabad cserbe hagyni a közönséget, akik most megszoktak egy csomó tartalmat, amire igényt fognak tartani akkor is. Nyilván nem úgy, mert este hétkor remélem játszani fogok, de valamilyen módon intenzívebben tehát sokkal jobban jelen kell lenni ezekben a platformokon, és ezt meg is fogom tenni. Ugye az előbb te magad is mondtad, hogy egyedül élsz, és ez egy nagyon érdekes dolog, mert valahogy úgy gondolom, vagy úgy képzelem ezt el, hogy a te pörgős hétköznapjaidban, amikor tényleg munkába mész, fellépsz, próbára mész, tehát azért egy nagyon-nagyon intenzív, úgymond zajos életet élsz, akkor ez lehet egy nagyon nagy áldás, hogy hazamehetsz a lakásodba, ahol senki nem szól hozzád, és végre ott vagy, és van magadra időd, és nyugi van. Most ez érdekes módon ebben a helyzetben nagyon visszájára fordulhat. Tehát, hogy nem jutottál el esetleg oda, így pár hét elteltével, hogy már jó, de most már egy kicsit azért ez az agyadra megy, ez a nagy nyugalom, meg az otthonlét, meg az egyedülélés. Részben persze biztos igen, ugyanakkor azért azt kell mondanom, hogy nem vagyok teljesen bezárva. Tehát egyrészt mindenki elcsodálkozik azon, hogy ugye engem, akit az ország egyik legnagyobb hipohonderének ismernek, hogy akkor én most egyáltalán kimozdulok az utcára. Most azt kell mondanom, hogy igen, hipohonder vagyok, most ebben nem menjünk bele, de amikor van egy ilyen közösségi krízis, ami mindenkit érint, akkor ez egy kicsit engem is talán bátrabbá tesz, olyan szempontból nem vagánykodom ezzel, csak hogy nem nekem kell megküzdeni valamivel, és a többiek meg vígan élik az életüket, hanem sajnos mindannyiunknak meg kell küzdeni, és ebben én is másképpen tudok viselkedni. Tehát például elmegyek vásárolni, eljárok akupunktúrára, mert ugye volt egy ilyen belső fülprobléma, ami miatt nekem erősen bedugult a fülem nagyon, de úgy, hogy egyáltalán hallottam rá, és egy akut hallássökkenés alakult ki, ez még a karantén elején volt, és akkor 5 napig voltam ezzel kórházban egy infúziós kúrán, ami sajnos nem igazán segített akkor, de az akupunktúra úgy tűnik, hogy megmozgatta a dolgot, úgyhogy tehát oda eljárok, el kell járnom, mert ez fontos, hogy valamilyen módon azért visszajöjjön a hallásom ott a bal fülemre. Úgyhogy mit tudom én, hogyha valakinek szüksége van itt a környezetemben, akkor természetesen neki is vásárolok. Most bevallom őszintén, és remélem ez sem bűncselekmény, hogy megnyitott a kedvenc fagyizom, akkor elmentem fagyizni, de úgy, hogy nyilván csak az utcán, tehát nem mehetünk be, megkaptam a fagyit, beültem a kocsiba és megettem. Tehát valamilyen módon azért mégiscsak kimozdulok, és itthon pedig, hát figyelj ide, igazából én annyira szeretek itthon lenni, hogy nekem ez tényleg jó. Tehát én úgy érzem magam, mint egy ilyen óvóvédő toronyban lennék, ugye itt a Tabán oldalában kinézek, és hihetetlen, tényleg a Gellért-hegytől a 3-as határ egyik látok mindent, az egész múltam itt van előttem, ahol felnőttem, azzal szemben élek lényegében, ahol felnőttem. És elmondom, el kell mondom neked azt is, hogy most sokkal többet tévézek nyilván, de itt most azt kell mondanom, hogy sorozatokat nézek főleg, és nem a magyar csatornákon, azt is el kell mondanom. Úgyhogy nem tudom, talán olvasok egy kicsit többet. Jó, egy kis rendszert kéne vinni az életembe, ezt tudom, mert egy kicsit szétfolynak a napok, mert ha van egy forgatás, ilyen csonkacsalád forgatás, akkor az aztán tényleg őrület van. De hát sportolni is kell, most már egy kicsit szeretném folytatni az angolt. Tehát igazából nem kerültem pánikba miatt, hogy itthon vagyok. Amiatt elegem van, hogy azért igen, hogy szeretnénk dolgozni, és szeretném a többieket, a kollégáimat újra látni, de azt is elmondhatom egyébként, ami megint a karanténnak köszönhető, hogy soha ilyen intenzív kapcsolatrendszerem nem volt már, nem úgy, most milyen fogalmaztam meg, tehát a kollégáim egy részével például csoportos messenger beszélgetéseket csinálunk néha, meg az, hogy a családom, akik ugye Szegeden élnek, nővéremék, és az ő fiaik Londonban, tehát mi annak idén legfeljebb telefonon beszéltünk egy-két hetente, vagy minden héten, de telefonon, de az, hogy minden este, az én live-om után, minden áldott este Skype-onunk, Budapest, Szeged, London, tengelyben, úgyhogy ez is csodálatos, ez is csak ennek köszönhető, és ez tök jó, imádom. Tehát röviden válaszolva azért szeretek itthon lenni, ha valamiért ezt befejezném, akkor az tényleg csak a munka lenne. Ja, az előbb azt mondtad, hogy kéne már valami rendszert vinni a napokba, hogy ez azt jelenti, hogy mondjuk a napot úgy fejezed be, hogy na, ma sem csináltam semmit, vagy ma sem tettem ezt, vagy azt, tehát van benned egy elégedetlenség azzal, ahogy eltelnek a napjaid most?
nem érzem haszontalannak azért a napjaimat. Például azért elégedetlenség van bennem, hogy túlzottan későn fekszem le, mert az viszont nem jó semmilyen szempontból, már tehát ezek erről sorozatok tehetnek főleg, tehát eltudod, hogy általában olyan éjjel kettőig azért, hogy fenn vagyok, az borzasztó, mert azt tényleg hosszú távon nem bírom, úgyhogy ezen próbáltam változtatni. Igen, hát sok minden, esküszöm, az nem is értem, hogy hogyan van ez. Most, amikor nem dolgozunk, úgy érzem, hogy sokkal rövidebbek a napok, de nem tudom, tehát sokkal hamarabb eltelik a nap, pedig még nem igazán történt semmi. Tehát jó, mondjuk vannak ezek forgatások, most ez nem minden nap van persze, de valóban, ha nekikezdek valaminek, akkor már látom, akkor nézem az órámat, tehát lassan ebédelni kéne, akkor ugye eszembe jut, hogy mondjuk esetleg van itthon a fagyasztóban még valami, vagy nincsen, akkor lehet, hogy rendelek, akkor azt megvárom, utána még délután már egy fél órát esetleg, délután egy fél órácskát azért hunyok, mert azért az még belefér ebbe az életmódba, hogy egy kicsit legyen egy kis relaxáció délután is. Úgyhogy eltotolyázom, igen, egy kicsit eltotolyázom az időmet, és ezért mérges vagyok magamra, mert azért amikor dolgozunk, hát ezt te is nyilván tudod, amikor pörgés van, akkor valahogy van egy rendszer abban a dologban, és tudod, hogy ez a próba 10-től 2-ig tart, és akkor ezt be tudod magadnak agyilag osztani. És tudod, hogy mi következik utána, vagy hogy este előadásod lesz, vagy sem. Szóval valahogy igen, ez a rendszer, ez hiányzik. Hiába érünk rá most sajnos túl sokat, azért ez kicsit szétfolyatja az időnket és a napunkat, igen, ez igaz. De ez azért is kérdeztem erre rá, mert nekem egy kicsit, ugye az elején nagyon sokan elkezdték mondani, hogy a napirend, most aztán a napirend nagyon fontos, és a rendszer nagyon fontos, és én személy szerint, de szakmailag sem, és egyébként sem, életvitelszerűen sem értek teljesen egyet, mert hogy egyébként is állandóan rendszerben és napirendben vagyunk. És hogyha most az esik jól, hogy ebben a rendelkezésre álló pár hónapban eltelik pár hét úgy, hogy tényleg azt csinálom, amihez van kedvem, bizonyos minimális feladatokat, hogy ne ússzon a lakás, stb. Megteszek, attól, akkor én azt vallom, hogy a nap végén nekem ettől ne kelljen rosszul érezni magam, és nem úgy élünk, ahogy előtte éltünk, miért kéne leimitálni azt, és egész életedben te is dolgoztál, akkor most miért nem fér bele ez is? Annyit mondták ezt a napirend meg rendszer, hogy már szinte az van az ember, hogy bűntudatod van, ha úgy fejezed be a napot, hogy ma a kanapén ültem, és sorozatot néztem, mert ez esett jól, de ezzel nincs baj. Ebben neked tökéletesen igazad van, és hát ez is történik, ahogy többnyire, ahogy azt elmondtam, de igazából az a gond ezzel egy picit nekem, hogy ezt nagyon is meg lehet szokni. Ezt az állapotot, hogy úgy ezt a fajta ellazulást, meg azt, hogy azt csinálok, amit akarok, most hat pihenjek egész nap, hat legyek pizsamában egész nap. Tehát azért picit attól félek, hogy amikor majd vissza kell állnunk a csatasorba, akkor az egy kicsit kényelmetlen lesz. Mert nem tudom, hogy erősebb lesz a vágy arra, hogy újra azt csináljam, amit szeretnék, vagy pedig sajnálni fogom azt a fajta elkényelmesedést, amikor azt csináltam, és akkor csináltam, amit akartam. Tehát egy picit azért próbálok magamon úrrá lenni, és használni egy kicsit, mondjuk azért is fontosak ezek a színészi feladatok, amit magamnak így kiosztok itthonra, hogy legyen dolgom. Tehát, hogy ne az legyen, hogy tényleg egész nap henyéljek, és mondjuk esetleg sorozatokat bámuljak, amivel semmi baj nincs, hogyha ez megtörténik egy héten egyszer, mondjuk amikor egyébként dolgozunk, akkor is megtörténhet bármikor, hogyha ráérek. De nem szeretném ezt a dolgot annyira prolongálni, hogy azért ezt töltsek az időmet. Tehát nekem legalábbis, nem tudom ki, hogy van vele, nekem szükségem van valamilyen módon egyfajta órarendre, hogy azért átlássam a napomat, ugyanakkor pedig most okoskodom, mert mondom, ezt nem tudtam igazán megtenni. Tehát ugye ez egy terv, amit szeretnék, mindenek legyen meg a maga ideje, de ez felborítja a sokszor a lustaságom. Szerintem a visszatéréssel kapcsolatos aggodalmad az annyiban oldható, hogy én erről azt gondolom, hogy ez egy kicsit olyan, mint a jetlag, mint amikor külföldre utazol, ahol időeltolódás van, hogy egy kis csúszással, de vissza fogsz szokni. Tehát amikor jön a visszaváltás, és próbára kell menned, és határidőkre kell menned, és a munkákat kell végezned, akkor lehet, hogy az elején egy kicsit nehéz lesz, mert most megszoktad ezt a henyélést, vagy ezt a lazább életmódot, de ugyanúgy, mint az időeltolódásból is vissza tudsz állni, csak egy pár napig lehet, hogy rossz, és nem találod a helyed. De akkor vissza fogunk tudni állni, mert a kötelességeinknek majd meg kell felelni úgy is. Bár úgy lenne, és úgy is lesz nyilván, csak hogy ugye akkor,
az lenne jó, hogyha tényleg egy olyan tempót vennénk, amit szeretnénk, de azért tartok tőle, hogy a mi életünkben is lesz egyfajta fokozatosság. És arról nem beszélünk, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk esetleg ezek a jóslatok beválnak, és lesz egy második hullám ősszel. Na most abban aztán már tényleg nem merek belegondolni, mert elindul egy folyamat, és akkor rögtön meg is kell esetleg torpanni, szóval ez így borzalmas lenne. Mert egyébként hallottam olyan forgatókönyvet is, hogy a színházak nem is szeptemberben, hanem decemberben indulnának esetleg, hogyha lenne valamilyen hely, nem tudom, tehát mondjuk ebben tényleg nem gondolok bele. Várom ezt a helyzetet, és akkor én hajlandó vagyok minden régi szokásomat újra visszavenni, és boldogan belehajtani magamat a dolgokba. De hát azért persze ez nem olyan egyszerű, mert például nekem is például pont a karantén idő alatt most lett volna ebben az évadban két bemutatóm. Tehát addig nem volt, addig játszottam a régi szerepeimet. Tehát ez nem volt egy jó évad nekem, abban a szempontból, hogy az évad végére lett volna két bemutató, ami rögtön el is maradt. Tehát mondjuk ezeket állítólag be fogjuk pótolni, tehát ősszel valamikor, de mikor, mert ugye pótelőadások vannak, közben el kell kezdeni újra próbálni, hogy a színházak hogy egyeznek egymás között, hogy mikor, hol próbáljunk, meg egyáltalán mi lesz, ezeket tényleg nem tudjuk, úgyhogy igazából azért a mi életünk is elég kiszolgáltatott, és akkor abban az a pillanat, amit a karantén mondjuk érint, vagy az a helyzet, azt mondjuk sok szempontból szeretnéd elfelejteni, mert mondjuk mondom, az elmaradt bemutatókra az ember nem gondol szívesen. Na mindegy, szóval igazából azt szeretném, hogyha az a tempó, amiről beszéltél te is, az újra olyan lehetne, csak arra is fel kell készülni, hogy kibírjuk idegileg azt, ha nem olyan lesz esetleg. Én szerintem az ember egyébként rendkívül jól alkalmazkodik, és ezt már történelmi események és háborúk is sajnos megmutatták, hogy minden helyzethez tudunk alkalmazkodni, és valahogy megtaláljuk a helyünket, bárhogy is alakul, mint ahogy most is megtaláljuk, és valahogy mindenki átvészeli. De nagyon köszönöm, Bandi, hogy itt voltál, meg hogy elmondtad ezeket, és aztán remélem, hogy minél előbb majd személyesen is tudjuk ezt folytatni. Hát nagyon-nagyon szeretném, Andikám, hogyha személyesen tudnánk folytatni a tracspartit. Mindenkit üdvözlök, ölelek, és hát mondom, nekem ezek a fajta kapaszkodók, ezek nagyon fontosak, és ezzel azt gondolom az én energiáimat úgy kötöm le, ahogy szeretném, és azt hiszem, hogy az időszak pont erre jó, hogy a közönségünkkel például sokkal szorosabb, emberközeli kapcsolatot tudunk kialakítani, mert hol láthatta volna a közönség azt bármikor békeidőben, hogy Andrew Lloyd Webber otthon a papucsában, a nappaliban zongorázza a saját műzikeljeit, hogy Anthony Hopkins a macskát simogatja és beszélget a közönséggel, ez hol láthatta volna soha. Ezek a dolgok így születtek meg a karantén miatt, és én is szeretném egyébként ezt a dolgot folytatni, és amíg vannak emberek, akik azt írják, hogy nekik ez kell, meg hogy földob a napjukat, akkor nekem nem kell más, akkor ez bőven elég, hogyha ezzel tudok egy kicsit segíteni, az tök jó, mert nekem is segít a közönség azzal, hogy egyáltalán ezt csinálhatom, úgyhogy találkozunk mindenhol, ahol csak lehet. Ez abszolút így van, ahogy mondod, és köszönjük a szórakoztató perceket neked az oldalaidon, mert tényleg elképesztő vagy. Köszi, Bandi! Köszönöm! Köszönöm szépen, hogy ma is velünk voltak. Ne felejtsék el, hogy holnap este is találkozunk, akkor majd két hölgy vendégemmel beszélgetek. Várom önöket akkor is, viszontlátásra!